egy, szerintem nagyon érdekes három előadáson voltunk, vagyunk túl, és ezek építkeztek teljes mértékben. Én még hozzátenném egy architekt barátomat ezekhez a beszélgetésekhez, aki azt mondta, hogy csak azt nem tudja, hogy mikor lesz már az, amikor rá se lesz. Szoftverarchitektről van szükség. Rá se lesz szüksége. Ezt tette föl nekem egy olyan architekt, aki az első műholdas mobiltelefon hálózat szoftverarchitektje volt. Tehát mondjuk úgy, hogy nem a sufniban reszelte a biteket. Úgyhogy aki előre lát, az sok mindent láthat, de kezdjük először azzal, amivel nem voltál itt, Gábor, az első kerekasztalban az első kérdés úgy hangzott, hogy mi a jó szoftver definíciója, ezt most ebben a körben így azért érdemes föltenni, és vajon ez a definíció az időben változik-e, és ha igen, milyen sebességgel, úgyhogy kezdjük veled, Büntiből, mert nem voltál itt reggel. Hát igen, de máshol voltam. De nyilván. Hát a jó szoftver, akkor máshol. Hát ez így van. Na, a jó szoftver definíciója szerintem, ennek több definíciója lehetséges, de mondjuk próbálom az én tékemet akkor erre adni, hogy az, amelyik kielégíti az ügyfél igényeit, segít neki üzleti céljai elérésében, és tehát ugye van egy ennek üzleti vonzata, és hát én íratom a világ legjobb szoftverét, nem jó semmire. És nyilván a másik oldalról nézem, hogyha a fejlesztői szemszögből nézem, hogy olyan minőségű architektúrát és kódot tartalmaz, ami lehetővé teszi a hosszú életciklus alatt a folyamatos továbbfejlesztését. Oké, ez egy teljesen új megközelítés, parancsolj! Igen, én ezzel teljesen egyetértek, beszéltünk arról, és beszéltünk sokat, hogy elméletben mitől jó egy szoftver, vagy mitől tökéletes valami, biztonság, gyorsaság, skálázhatóság, de hogyha a nap végén nem szolgálja az üzleti célt, azt a végcélt, amiért életre hívták, akkor semmit sem ér, úgyhogy szerintem a szoftver architektnek, a CIO-nak azt kell folyamatosan keresni, hogy hogy tudja elősegíteni azt a gondolkodást, hogy ez a végcél, ez mindig együtt mozogjon a kóddal. Erre szerintem a nagyvállalati architektúra menedzsment keretrendszerek vagy módszertanok kiválóan alkalmasak, hogy ezt elősegítsék. Ott például külön nézőpont és külön módszertani lépés foglalkozik azzal, hogy ez nehogy elcsúszom. Erről jutott eszembe erről a végcélről, hogy amikor a 60-as években Kennedy meglátogatta a NASA központot és egy takarítóval találkozott, akkor megkérdezte, hogy ön, és ön mit csinál itt, és a takarító azt mondta, hogy hát elnök úr, segítek embert juttatni a Holdra, hogy valahonnan innen vagy ebből a szemléletből kell indítani a szoftverfejlesztéseket és a csapatot ezen a trekken kell tartani. Köszönöm, Viktor. Egy kisebb történettel kezdeném. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm Sándor a felvezetést. Igen, én a Continental vagyok, Péceli Viktor, a Veszprémi gyárnak vagyok az IT igazgatója. Viszont 15 évvel ezelőtt, mint szoftverfejlesztő kezdtem, és gyártósorokra release-eltünk szoftvereket, és ott első kézből kaphattam meg a visszajelzést a gyártósori kollégáktól, és amikor azt a visszajelzést kaptam, azt a négy betű szót, ami S-szel kezdődik, akkor tudtam, hogy az nem egy jó szoftver, amit a gyártósorra release-eltem, úgyhogy, és egy kulcsgondolatot emelnék ki ebből, hogy a végfelhasználó igényeinek megfelel. Tehát nem a CEO-nak, meg a CIO-nak, meg a főnököknek az igényeinek felel meg, hanem a végfelhasználó igényeinek, és egy problémát megold, ebben egyetértek az előttem szóló kollégáknak. Oké, köszönöm. Sziasztok! Én sem vettem részt sajnos az előzőkerekasztalon, úgyhogy ott nem tudom, milyen okosakat mondhatok. Valójában nekem erről a kérdésről egy szó jut eszembe, hogy az, hogy legyen. Tehát legyen definíciója annak a szoftvernek, amit meg akarunk csinálni. Találkoztunk párszor olyannal, amikor annyira agilisek... Ez nagyon jó, mert van, amikor nincs is. Így neki. Van, tehát annyira agilisek vagyunk, hogy egész egyszerűen menet közben találjuk ki, hogy mire lenne szükség. Teljesen egyetértek az előttem szólókkal, hogy a végfelhasználónak kell megfelelni a szoftvernek. Erre nekünk is volt számtalan példánk itt az elmúlt időszakban, amikor ugye egy szoftverfejlesztésnek a különböző fázisaiban rengeteg emberen, rengeteg szerepkörön keresztül megy át az, hogy mit is tudjon az adott szoftver, és elveszik az információ a sok bába között. És utána, amikor elkészült egy szoftver, nekünk is ez egy ilyen nagyon nagy élményünk volt, hogy elmentünk a végfelhasználóhoz, és ők valójában elmondták, hogy mit is szerettek volna, és a kettő között azért egy elég komoly differencia volt.
Köszönöm. És Gábornak egy külön kérdés, hiszen ő egy egyedi szoftverfejlesztő céget, és most már azt mondhatnám, hogy egy egyedi nemzetközi szoftverfejlesztő céget is képvisel, hogy milyen kihívásai, most azért láttunk egy-két dolgot, az, hogy lesz AI, az nagyon jó, de egyben kihívás is. Tehát milyen kihívások vannak most ennek a cég rétegnek, akik egyedi szoftvert fejlesztenek a világban? Hát nem mennék vissza akkor az előadásomra, de akkor nyilván az AI-t azt túragoztuk. Nyilván továbbra is Európa szerti probléma a megfelelő erőforrás biztosítása. Tehát továbbra is a erőforrás. Igen, tehát az a kulcs problémánk jelenleg nekünk is, hogy a megfelelő minőségű erőforrásoknak a beszerzése. És nyilván az, hogy a minőség alatt azt értem, hogy folyamatosan fejlődő, evolúcióban lévő technológiai stackről beszélünk, tehát a tegnap előtt mérnökei nem feltétlenül lesznek jók holnap ezekre a feladatokra. Ugye itt volt szó low-code, no-code-ról is, ilyen igények is már elkezdtek becsorogni hozzánk, és bizonyos fejlesztők ezt például visszalépésként élhetik meg, hogy hát én kódernek jöttem, én nem akarok no-coding vagy low-codingba dolgozni, szóval ezeket is meg kell ugrani, ezeket a keretrendszereket. Ez azt jelenti, hogy az HR tevékenységnek te vagy a főnöke? Nem én vagyok a HR-es, hogy ez a kérdés. De érted, mire gondolom? Akkor másképp mondom, a te, hogy mondjam, balance scorecardodban is benne van az, hogy az erőforrások legyenek ott. Igen, pontosan, tehát az benne van, abban visszamérünk minden régiós vezetőt. Hát ezt gondoltam, igen, köszönöm szépen. Most a felhasználói oldalnak, Mezőhegyi Ferencnek és Pécseli Viktornak teszem föl a kérdést, hogy milyen szempontok szerint döntsön a professzionális felhasználó, CIO például, arról, hogy a fejlesztések során egyedi vagy nem egyedi szoftver megoldást válasszon. Erről beszélt az elején a Vágóhelyi úr is, és többen is visszatértek, hogy mikor kell ezt a dolgot, hogyan kell és miként kell eldönteni. Parancsolj, ha gondolod. Szerintem ez egy nagyon fontos döntés, ez egy hosszú távú döntés egy ilyen bevezetés során, és nem biztos, hogy érdemes mindig akkor mankók nélkül elkezdeni dönteni róla, vagy kutatni. Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű döntéseknek valamilyen hagyománya, vagy valamilyen stratégiába rögzített előzménye kell, hogy legyen. Erre nekünk van egy javaslatunk, mi úgy gondoljuk, hogy Magyar Közútnál vegyesen használunk back-office jellegű támogató, kisebb ad-hoc igényeket kiszolgáló alkalmazásokat és szakmai specifikus alkalmazásokat. Ami a core business-szel kapcsolatos. Ami a core business, ami a valódi versenyelőnyt adja, ami a kulcs. Én azt gondolom, hogy ezt a halmazt így háromra bontjuk, tehát ami a core business nyújtja, annál az egyedi fejlesztést abszolút megengedett, sőt támogatott, mert akkor tudod belőle kihozni azt a maximumot, ami megőrzi a versenyelőnyödet. Hogyha iparág specifikus, de nem a core businesshez tartozó témákról van szó, annál mindig egyedileg döntünk, egyedi piackutatás alapján mérlegeljük ezt a kérdést, és egyébként én azt látom a szállítókon, hogy egyfajta platform közösítőként néha tudják hozni azokat a legjobb iparági gyakorlatokat, amiket nekünk kitalálni már végtelen hosszú idő lenne, vagy nem is lehetséges. És akkor van egy halmaz a klasszikus back-office, vagy kisebb ad-hoc igények, ahol meg dobozos szoftverrel, vagy low-code-dal érdemes reagálni. Köszönöm. Hasonló, mint amit Ferenc elmondott, én is úgy gondolom amúgy, hogy nagyon sokan... Azért nektek speciális a működésetek, tehát ez speciális a core business az elég bonyolult. Így van. Ettől függetlenül igaz az, hogy a core business-tel kapcsolatos, azt érdemes házon belül is tartani, plusz arra egyedi megoldásokat hozni, ami lefedi azt a core business-t. Ugyanakkor nagyon sok aspektusa van ennek az egésznek. Szerintem az összeset nem is lehet vizsgálni, de érdemes minél nagyobb spektrumot egy ilyen döntés előtt figyelembe venni. És az, hogy mik ezek, leginkább az, ami leginkább illeszkedik a stratégiánkhoz, akár a digitalizációs stratégiánkhoz, akár az IT stratégiánkhoz. Milyen lehetőségeink vannak, tehát mire van kompetenciánk, tehát tudunk-e mi magunk lefejleszteni egy szoftvert, tudunk-e üzemeltetni egy mástól átvett szoftvert, vagy akár azt is ki kell szerveznünk.
És ami szerintem egy fontos aspektus lehet, amikor költségérzékenyek vagyunk, akkor az, hogy fel tudjuk-e mérni, hogy az adott megoldásnak mi lesz a teljes bekerülési költsége, vagy akár az a teljes életciklus alatt milyen költséggel jár, és az alapján dönteni, hogy érdemes-e ezt az irányt követni, vagy egy másik irányt követni. Igen, ez nagyon érdekes, egyetértettetek a definíció, a jó szoftver definícióba, ahol viszont ez nem volt benne, tehát az egy komplexebb, az én felfogásom szerint, nem csak az, hogy a usernek jó, de lehet, hogy az ötödik évben már beledög lesz, mert olyan drága a működtetése. Tehát van valahol ennek egy racionalitása, nem? Egyetértek, igen. Köszönöm szépen. A következő körkérdés... És a kompromisszum, az minden kompromisszum, tehát gyakorlatilag itt is... De legyen annyira jó, de azért igen. Lehessen... Valószínűleg nem az lesz a legköltséghatékonyabb megoldás, ami minden igényt lefed. Tehát ha már egy 80%-os szoftverrel tudunk működni, akkor lehet, hogy adott de azt azonnal, akkor az lehet, hogy azt érdemes elindulni az irányba, mint 3 évet várni egy 100%-os megoldásra. Nagyon elküldtem nektek azt a linket, ami annak a podcast epizódnak a letöltési linkje volt, amit a Sharaf Hassannal csináltunk. Most nyilván megkérdezhetném, hogy meghallgattátok-e? És természetesen nem láttad a számlálót. És a hallgatási napló. 10 percet. És ezt a kérdést azért tettem föl, mert a Hassan annyi minden szempontot mondott végig, adagolva, hogy az ember a végén már tényleg úgy volt, hogy egy jó architekt, aztán nagy mindent, sok mindent. Te meghallgattad, vagy nem? Nekem nem küldted el sajnos. Ja, mert hogy igen. neked alibid van. De te akartál szólni, vagy nem? Nem akartál elszólni? Nem, ez nem akartam hozzászólni. Hasszához nem nagyon tudok hozzátenni semmit. Volt főnökéről és tulajdonosáról. Ja, ez így van, de nem mondunk semmit. Legutóbb, amikor mentünk csinálni az interjút, jött ki az úr éppen Gábor a Hassántól, és mondta, miért nem hívsz vissza, csak ott éppen mindjárt el tudtuk intézni. A lényeg az, hogy azt gondoltam, hogy ilyesmi is szó esik, de ezt majd az utolsó válasznál, mert még a következő körben is föl fogom tenni a kiberbiztonsági beszélgetésben. Hanem a Gábor beszélt ugye a mesterséges intelligencia és a kódolás kapcsolat, vagy a szoftverfejlesztés kapcsolatáról, de most lépjünk egy még hátrébb, és egy nagyobb kontextusba vizsgáljuk meg azt, hogy az IT és a mesterséges intelligencia, az IT működtetése hogyan fog változni a mesterséges intelligencia hatására, és ha változni fog, akkor milyen nem fog változni, úgyhogy most te kezded el, jó? Köszönöm szépen. Hát alapvetően egyrészt az üzemeltetés támogatás szerintem azt mindenféleképpen ki lehet emelni itt a mesterséges intelligencia jóságai közül, hogy előre ő prediktív módon ugye rengeteg adatot tud feldolgozni, sokkal többet, mint egy ember, ezt ugye hallottuk is, és emiatt maga az üzemeltetés támogatás tud sokkal stabilabban működni. A másik, amit itt szintén hallhattunk az előadásokon, az egy picit, egy másik aspektusra talán felhívnám a figyelmet, hogy milyen erőforrásokra van szükség itt az IT-ban. És ugye a mesterséges intelligencia, ő ki tudja egészíteni ugye a különböző aspektusait itt a kódolásnak, fejlesztésnek, stb. De ugyanakkor, ugye, ahogy hallottuk is, ugye a modellvezérelt fejlesztés, a low-code-nál, ugye ott a tervezés nagyon fontos. Tehát itt, ha lehet azt mondani, ugye az IT-ban a jól képzelt, szakképzett, architekt, szervezőkre van szükség, akik meg tudják alkotni magát a szoftvert, és lejjebb tudják ugye az alsóbb fejlesztői rétegek felé továbbítani az igényeket, és az AI ebből a szempontból egy jó belépő tud majd esetleg lenni itt a junior szinten, de ehhez tényleg fel kell nőni, hogy meg tudjuk mondani, hogy egyáltalán mit várunk az AI-tól. És másfelől ugye az AI, az én tapasztalatom szerint, ahol mi AI-jal találkoztunk, ott nagyon specializált dolgokra képes. Tehát képes fraud managementre, képes arra, hogy a különböző adatokat ő elemezze, és itt az integrációt azért kiemelném. Tehát az adatoknak megfelelő minőségben, megfelelő időben ott kell lenni az AI-nak, hogy ő döntéseket vagy bármilyen outputot tudjon hozni. Tehát itt, ahol mi foglalkoztunk AI-jal, ott ez a fajta, hogy lehetővé tegyük egyáltalán az AI-nak a működését az architektúrán belül. Ugye ez az, amit hallottunk is, hogy az adott ERP rendszert azt akár újra kellhet fejleszteni. Tehát itt egy komplex architektúrában hogyan tudjuk bevezetni, tehát itt az adatok a kulcskérdés. Tehát, hogyha most összefoglalnám röviden, akkor az üzemeltetés már mindenképpen, és az AI keze alá kell dolgozni, azt mondod. Így ugye? Van.
És a megfelelő adatokat. Ezt óvatosan mondom, mert ez a te véleményed, mert lehet, hogy olyan okos lesz. Tehát a nem azt mondom, hogy struktúrálni, de rendbe kell tenni, meg, mert a szóval értem, amit mondasz, de lehet, hogy így lesz egy olyan AI, amelyik déta légbe, a mocsárba így belemarkol, és kiveszi. Ugye próbálnak challenge-elni, de lehetséges jövőkép. Igen, ez abszolút az én véleményem, ugye most 2023-ban vagyunk, tehát ugye itt nyilván a jövő tekintetében ez bővülni fog, de ugye az AI-okkal ebből a szempontból az én véleményem szerint úgy óvatosan kell bánni. Tehát például itt van a ChatGPT, ami egy általános univerzális AI, rengeteg tudással, rengeteg dolgot lehet tőle kérdezni és kérni, és ő válaszol, viszont ezek a válaszok, ezek ugye nem biztos, hogy mind helyesek. És a következő, tehát az AI-nak ez a fajta válaszadási algoritmusa, hogy besúlyozni, hogy ez egy helyes válasz, nem helyes válasz, vagy akár az AI-ok, hogyha visszatekintünk a múltba, hogy hogyan fejlődtek ki az AI-ok, ugye a különböző modellek, és hogyha a ChatGPT-n túlnyúlunk, hogy majd jön a következő, bárhogy is hívják, ChatGPT 2.0, hogy ahhoz, hogy az megfelelően tudjon működni, ugye megfelelő adatok, megfelelő input adatok kellenek, amik helyesek, és amik alapján ő megtanulja a megtanulni valót a modellje alapján. De hogyha ő a ChatGPT 1.0 alapján tanulja meg az alapadatokat, amik nem biztos, hogy helyesek, ugye ez egy feltételezés, akkor a ChatGPT 2.0 se biztos, hogy helyes, vagy még helyesebb lesz. Értem. Tehát ugye az AI-nak, ugye az input adatoknak a helyessége az egyik kulcskérdés, hogy ott a megtanulási fázisban ez így megtörténjen. Mondtad te, igen? Így van. Tehát a kérdés úgy szól, hogy az IT-t hogyan, milyen viszonyban lesz az AI-jal. Köszönöm a szót. Köszönöm a szót. Véleményem szerint mindenképpen átformálja, sőt, fel is forgatja egy kicsit, méghozzá nagyon dinamikusan fogja ezt megtenni. És hogy miért gondolom ezt? Azért gondolom így, mert hallottuk itt nagyon sok előadásban, hogy jelenleg az IT-ban is, és amúgy elég sok helyen, az IT-ban szakember hiány van, és ugye azt minden cég, legalábbis a cégek legalább 66%-a felismerte, hogy a digitalizáció kapcsán lehet hatékonyságot növelni. Azért 66%-ra gondolok, mert az előadásban az volt, hogy 66% mondta azt, hogy náluk erőforrás hiány van. Szerintem a maradék 34-nél is erőforrás hiány van, csak nem biztos, csak hogy felismerték. Úgyhogy szakember hiány van, ezt megállapíthatjuk, és az AI egy olyan eszköz erre, amivel hatékonyan lehet adott esetben csökkenteni ezt a szakember hiányt. Ezt is elhangzott az előző előadásokban. És hogy itt is tényekre alapozzak, egy statisztikát hoztam, hogy ha nézzük a digitalizációs gazdaság és társadalom fejlettségi indexét, akkor Magyarország eléggé sereghajtó ebben, tehát gyakorlatilag az európai országokhoz képest eléggé a végén vagyunk, úgyhogy igazán van hova fejlődni. És ha azt is megnézzük, hogy mennyi szakember lenne szükség, akkor hogyha az több százezres szint, tehát, és ebben több százezres igen, tehát hogyha azt nézzük, négyféle besorolás van, tehát vannak ugye a digitális írástudatlanok, digitális alapkompetenciával rendelkezők, digitális munkavállalók, és az IT szakemberek, és már a második szinten is közel egy és fél milliós hiány van, ahogy a digitális alapkompetenciája meglegyen Magyarországon a szükséges népességtömegnek. Ez mondjunk valamiatt, hogy ott mit kell tudni, hogy az Excel-t már kéne tudni. Igen, tehát egy IT-s eszközöket használnak. Igen. Azért, és amúgy, mi élünk valami világban, de ez tényleg itt jelent. Igen, és amúgy gyakorlatilag szerintem ők, tehát ezen csoport ugyanúgy használja amúgy a mobiltelefonokat, meg az okos eszközöket, tehát az nagyon jól megy, viszont azon túl nem. Tehát mi leblokkolnak, hogyha egy egyéb, annál mondjuk egy Excel elé kéne ülni, úgy gondolom. Egyébként én dolgoztam olyan cégnél, a pénzügyi vezető nem tudta kezelni az Excel-t úgy, hogy összeadjon két cellát, mondjuk. Igen, igen. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy itt az AI, és mivel megvan ez az... Azt jelenti, hogy akkor ugyanolyan buta lesz, de meg valaki megcsinálja helyette. Ért? Most bocsánat, ki kell mondani? Másképp fogalmaznék, tehát több feladatunk van ezzel. Tehát itt ugye természetesen a digitális kompetenciákat növelni kell, tehát ugye vannak is állami ezt programok is, mondani. Meg a cégek is ezt felismerték. Ez nem megoldás, hogy akkor te csak... Persze, viszont kell gyors megoldás is, és ez szerintem egy katalizátor lesz abban, hogy felgyorsítsa az AI-nak a fejlesztését. Oké. Eljutottuk messzire, de nem baj. Igen, parancsolj. Igen, én inkább az üzleti részét vizsgálom, tehát az IT-nak biztosan segítségére lesz, és szerintem
helyesen is fogja, közel helyesen fogja implementálni, vagy megtalálja a helyét. Viszont mint informatikai szolgáltatónak arról is kell gondoskodjunk, hogy az üzletnek milyen AI/ML megoldásokat adunk a kezébe. És itt én lehet, hogy rosszul neveztem el, de úgy neveztem el ezt a jelenséget, hogy technológia vezérelt paradigmaváltás időszakában vagyunk, vagy kezdetében vagyunk. Én legutóbb ilyet a Magyar Közút életében, bár személyesen nem láttam, de az eredményeit használtam, akkor láttam, amikor az adatkommunikáció költségének a csökkentése, a mobil adatkommunikáció megjelenése, az edge computing megjelenése behozott hirtelen 5-8 ezer olyan útmenti mérési pontot, amivel valamit kezdeni kellett, és a döntés támogatásba bele kellett tenni. Szerint... Azért jegyezzük meg, hogy hány éve vagy a közútnál. 12. Igen, tehát nem most kezdted a szakmát. Igen, igen, és szerintem nagyon hasonló fog végbe menni, és itt arra hívnám fel a figyelmet, ami már el is hangzott, hogy a szabályozásra, illetve ennek a, hogy vele növekedjen együtt az üzlet, ez egy kulcs fontosságú. Minél újabb technológiát vezetünk be, minél gyorsabban fejlődik, egyre inkább azt látni, hogy a szabályozás meg a helyes használatnak a organikus kialakulása az nem történik meg, és itt tényleg lehet veszélyes eredmény, lehet rossz döntés adott esetben, hogyha nem a helyén kezeli a rendszer ezt a technológiát. Hát előtte most már nagyon sok mindent elmondtak az urak, hogy minden vetületéről a témának. Igen, hogy kevesebbet kelljen beszélni, nem értem. Hát még az első a kérdésfeltevésből így abba irányba orientálódtam, hogy tehát mind a szakember hiány az egy tök valós dolog, és azon gondolkodtam, hogy te is mondtál, hogy akkor majd te felvetett, hogy akkor olyan buta marad az ember, és hogy más fog helyette dolgozni. Ez mindenképpen... Egyébként ezt már most is látom egyébként a feltörekvő generációnál, amit te mondtál, hogy a mobiltelefon tök maga biztosan használja mindenki, hogyha problémát kell megoldani, akkor hát általában szoktak elhasonlítani az emberek. Tehát itt ez messzire vezet ez a gondolat, mert hogy az egész oktatási rendszerből felmenőleg kellene egy olyan probléma megoldó szemlélettel végigmenni, mondjuk kb. Az óvodától kezdve fölfelé egészen az egyetemig, hogy ne konkrét túlokra kezdjük megtanítani az embereknek, mert nem lesz értelme. Tehát nem lesz annak értelme, hogy megtanítom Excel-t használni a most éppen első osztályt kezdő, mit tudom én, lányomat, mert amire ő oda kerül, hogy belép a munkavilágába 15 év múlva, ennek valószínűleg nem lesz így konkrétan értelme, hogy Excel cellákat, hogy kell összeadni két cellát, mert addigra már az AI ezt meg fogja helyette csinálni. Tehát itt egy elég erős paradigmaváltás kell egyébként, és kicsit nehéz ebbe belegondolni, nem tudom, hogy mennyire érthető, hogy mennyire másképp kellene megfogni az egészet, hogy az AI-jal interakcióban maximálisan ki tudjuk egyrészt aknázni a potenciáját, ergo, hogy elvégezzen minden olyasmit, ami nekünk igazándiból felesleges, vagy hát úgymond pluszkör, de mi meg tudjunk maradni, és a maximális kreatív potenciáljunkat ki tudjuk hozni. Legyen az szoftverfejlesztésről, üzemeltetésről, bármiről. Tehát így egy nagyon más jövő rajzolódik ki, így, mit tudom én, ilyen két évtizeden belül, mint ami most látszik. De hát lehet, hogy minden másképp lesz, nem tudjuk. Viktor akartál. Igen, én csak annyiban, hogy az alapdigitális kompetencia fejlesztésben szerintem nagyon jó eszköz a low-code eszközök, amiket láttunk. Plusz az, hogyha a szervezeten belül elkezdünk egy ilyen civil fejlesztő, akár szerveződést, vagy matrix organizációban kidolgozni egy csapatot, és ők egymást tudják motiválni. Úgyhogy szerintem ez egy jól működő dolog. És az előző gondolatomra visszatérve, ami hát vagy rizikó, vagy nem rizikó, hogy szerintem amúgy az MI, a mesterséges intelligencia, az gyorsabban tud fejlődni, mint mondjuk a teljes társadalom. Tehát hogy az MI-nek a digitális kompetenciája, az gyorsabban tud fejlődni, mint a társadalomnak a digitális kompetenciája. És ez kérdés, hogy az előnyünket tudjuk-e fordítani, vagy veszélyt fog ez jelenteni nekünk a jövőben. A beszélgetésünk vége felé közeledünk, az utolsó kérdés lesz szintén körkérdés. Nagyon rácsavarodtunk az AI-ra, az MI-re, miközben én azt gondolom, hogy az informatika jövőjét, meg a mi jövőnket, technológiai jövőnket is más technológiai változások, újdonságok is meghatározhatják, befolyásolhatják. Ez a technológiai paradigmaváltáshoz lehet, hogy nem csak az AI, most nem a felhőre gondolok, de a blockchain-t emlegetted, az is egy rendkívül nagy dolog, vagy a számítás technikában az újfajta számítógépek megjelenése, neurohálózatok, stb. Ezek lehet, hogy teljesen újraírják az egész, és erről csak egy körkérdés, hogy látod, Gábor?
ez könnyen lehet. Például IT biztonsági szempontból a kvantum számítógépek számára egy jelenlegi titkosítás feltörése, az no challenge, tehát az gyakorlatilag így. Az egyik előadó idézte is, hogy 10 000 évig tartana. Ez hagyományos, ez meg néhány másodpercet feltöri. Igen, tehát például teljes paradigmaváltások kellenek akkor az IT biztonság területén is, mert amelyek ponton egy rossz szándékű egyén, tehát tételezzük fel, hozzáfér egy ilyen erőforráshoz, már pedig ha a múltat nézem, minden számítógép általában több szobaméretről indult, milliárd dolláros A-szintenről ment össze a telefonba, ami a zsebemben van. Tehát hogyha ezt elképzelem, még ha nem is a Moore törvényt nézem, hanem valamilyen szintű skálázódást, akkor is évtizeden belül, vagy másfél évtizeden belül eljutunk oda. Igen. A US Labor-nek a előrejelzése szerint 2030-ra az informatikai szakterületen minden második ember hiányozni fog. Mellette viszont... hiányozni fog, vagy nem kell? Nem hiányozni fog, nem lesz kiképezve, hogyha mostani tréning struktúrát nézzük. És hogyha ezt vizsgáljuk, mellette viszont rohamléptekkel fejlődik a technológia, és tényleg igaz az, hogy nem kevesebb, hanem több embert igényel. Tehát ennek a leküzdése lesz szerintem egy óriási kihívás, és hogyha utána számolunk, és visszautalva a podcast epizódra, amit én meghallgattam. Köszönöm szépen, köszönöm. De már végre valakinek, igen. Azért mindent bootcampekkel nem lehet rövid távon megoldani, tehát itt most már 7 évre vagyunk 2030-tól, és nyilván évről évre ez rosszabb lesz, úgyhogy ezt látom a legnagyobb kihívásnak. Köszönöm. Csak ráerősíteni tudok, hogy sokkal exponenciálisabban fejlődik a technológia, mint ahogy azt követni tudnánk szerintem. Úgyhogy ezt a képességet kell. És itt jön be az agilitás, ugye ez is szintén hallottuk az előző egyik előadásban, hogy agilisnek kell ahhoz lennünk, hogy ezzel lépést tudjunk tartani. Igen, ehhez én csak annyit tennék hozzá, hogy itt az agilitás, illetve az, hogy magának a problémakörnek a pontos megfogalmazása, és ugye minél hatékonyabb megfogalmazása van jelenleg is terítéken, szerintem sok helyen. Tehát az, hogy kisebb problémakörökre lebontani, és ezt még hatékonyabban megoldani, és ehhez meg számítási kapacitás fog kelleni, nem kevés, és ebben fog szerintem rengeteget előrelépni itt az IT. Uraim, köszönöm a beszélgetést! Köszönöm! Köszönjük szépen!